Ezek a felvételek a tavalyi rendezvényen készültek, akkor sokan csatlakoztak a programhoz, de a szervezők azt szeretnék, ha idén még többen lennének. A statisztikák ugyanis arról győzték meg őket, hogy kézzelfogható eredménye is van a figyelemfelhívó programnak. Székesfehérváron a mammográfiai vizsgálatra hívott asszonyok közül a tavalyi 53% helyett már 69% jelent meg a szűrésen. Székesfehérváron az elmúlt évhez képest nagyon megnőtt a részvételi arány. Tavaly a meghívott hölgyek 53%-a jött el, ebben az évben 69%-a. A rendezvény háziasszonya ebben az esztendőben Závodszky Noémi színművész lesz, aki, mint mondja, szívesen állt a kezdeményezés mellé. Az a tapasztalatom, hogy sajnos az emberek nem figyelnek oda az egészségükre, és amikor kiderül esetleg egy ilyen komoly probléma, akkor pánikszerűen próbálják megoldani ezt, és személy szerint úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tehetünk azért, hogy ez már ne forduljon elő. A séta a merrák ellen jótékonysági eseményt is jelent. A 200 forintért árult rózsaszín szalagokból befolyó összeggel egy daganatos kisgyermek családját támogatják. Szalagokat a civil szervezet árulja 200 forintért, és ebből egy daganatos gyermeket szoktunk karácsonykor segíteni, akit a Szent György kórház javaslatára keresünk fel karácsony előtt. A programot október 6-án rendezik meg, a résztvevőket a szimbolikus rózsaszín léggömbökkel, az országalmánál várják a szervezők. A séta délelőtt 10 órakor indul.